Nagy szükség van önökre. Szükségünk van mind arra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is önök rendelkeznek. Arra a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak és nevelnek bennünket, nevelik gyermekeiket és unokáikat. Ezekkel a szavakkal köszöntötte az újfehértói időskorúakat a térség országgyűlési képviselője Simon Miklós, aki ünnepi beszédében az idős emberek munkáját, kitartását méltatta. A mai kor társadalmának fokmérője, hogyan viszonyul az idősekhez, hogyan törődik velük. Újfehértón figyelemmel kísérik mindennapjaikat és segítik a szépkorúakat. Nappali ellátószolgálatot és bentlakásos idős otthont is működtetnek helyben. Ez évtől most már állandó, nem idéglenes bentlakásos otthonunk van. Ez 27 fő számára nyújt ellátási lehetőséget. Legalább még ennyire lenne szükségünk, hogy akiknek igénye van Újfehértón erre, az mindenféleképpen be tudjon kerülni. A városban több nyugdíjas egyesületet is támogat az önkormányzat, hiszen fontos, hogy a 60 év felettiek is aktívak maradjanak, részt vegyenek a közösségi életben és hasznosan töltsék idejüket. Van 7 unokánk, 3 felnőtt gyerekünk, úgyhogy mi megtaláltuk a nagy örömet, meg nagyon sokat kirándulunk, a lehetőségeink, egészségállapotunkhoz viszonyítva. Nagyon jól, mi nagyon élvezzük ezt a nyugdíjas életet. A vámosi házaspár 50 éve kötött házasságot, az ünnepségen őket is köszöntötték. Valamikor jó pár évvel ezelőtt magam is csodálkozva vagy odafigyeléssel hallgattam egy 75 éves házassági évfordulókat, Tirpák házaspárt, ahol a férfit kérdezték, hogy mi a titka, azt mondta, hogy ő a felesége főztjét soha nem sózta utána. Azt gondolom, hogy ebben minden benne van, ezt találó. 1991-ben nyilvánította az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban 600 millió idős ember él a világon, számuk 2025-re akár megkétszereződhet.